nap, június 21-én pénteken vette kezdetét, 14 órakor az Alpöz Slow turisztikai konferenciával a céges rendezvényházban, tehát ez volt az első programja a két napos rendezvénynek, tegnap 2-kor Alpöz Slow turisztikai konferencia, tegnap 4 órakor amatőr borverseny volt itt a Kultúrházban, a 10. újvidiósi amatőr borverseny, ami a Szent Vince borrel bírálatában zajlott, nagyon nagyon finom borok születtek, a Szent Vince Border meg volt elégedve a rendezéssel, és igen színvonalas rendezvény sikerült tegnap létrehozni délután 4-től az amatőr borverseny. 5-től pedig megrendezték a Galiba Kupa műfüves kispályás foci bajnokságot, igaz az időjárásra való tekintettel bevitték ezt a sportcsarnokba, tehát a foci a sportcsarnokban zajlott, egész este 10-ig rúgták a labdát a résztvevők, a csapatok, ma délután 5 órakor az ottani eredményt is, a helyezéseket majd bemondjuk, felolvassuk, délután 5-kor az eredmény hirdetésen a tegnapi nap díjazottjait is majd a színpadra szólítjuk. Illetve ebben az órában, abban az órában fogjuk díjazni őket, délután 5 órakor lesz tehát a díjátadó. Ebben a nagy melegben mindenki igyon elegendő folyadékot, ez lehet sör, pálinka, de lehet víz is, üdítő is. Az a lényeg, hogy a vendéglátósarok a színpad jobb oldalán terül el, ott van már a parkétterem, standja, csapolt sörrel, ott a Szent Andrási mobil autó kézműves sörökkel, valami különböző édességek. Tehát a büfé sarok, az a színpad jobb oldalán lévő területen található, hogyha valaki üdítőt, vizet, sört akar vásárolni, ott keresse. Vásárolni. A főzés közben zajlik. Az a lényeg, itt a parkétterem standján már üdítő sör kapható. A Szent Andrási csapósör mobil autójában sör kapható, sőt üdítő ásványvíz is. Aztán itt, hogy sétálok a kézműves sátrak között, látok itt házi készítésű gyümölcsleveket, házi sajtot, majd hamarosan részletesen felolvasok, illetve beszámolok arról, hogy kik vesznek részt a termelők részéről, hol érdemes vásárolni a mai napot. Thank you.
Yeah.
Alingó, üdvözlök mindenkit a 10. Galiba napokon és kívüves fesztiválon. Jó hír az, hogy tőlem jobbra, itt állok a teraszon, itt integetek, a teraszon vagyok. Tőlem jobbra a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezete töpörtőt, libatöpörtőt süt, és azt mindenki megkóstolhatja, ehhez belőle. Úgyhogy 10 percen belül kész a libatöpörtő, ha valaki éhes és kóstolni akar, akkor a nyugdíjasok érdekvédelmi egyesületénél. A nyugdíjasok szervezetén megkóstolhatja a libatöpörtőt. Tőlem jobbra itt egy fehér sátor, mind a napon. Nagyon sütnek, hamarosan kész van, kóstolják el. Thank you.
Jaffa bőrére engedett pociós. Leves. Nem leves. Majd gyere vissza. Uram, uraim, köszöntök minden résztvevőt, versenyzőt a mai 10. Galiba napokon és kézműves fesztiválon. A jó hír az, hogy az idő nagyon jó. És a másik jó hír, hogy az újkigyósi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesületénél, a sátruknál már kóstolható a libatepertő. Jöjjön mindenki, nagyon finom, én is megkóstoltam. A művelődési ház terasza mellett, a teraszától balra van egy fehér sátor, ahol az újkigyósi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesülete libar tepertővel kóstolja a jelenlevők, kóstoltatja a jelenlévőket, jöjjenek ki, kóstolják meg. Ettől a perctől kóstolható a libar tepertő, aki éhes.
Közben az Újkilósi könyvtárban zajlik a véradás egészen délig, tehát még van 3-4 óra, hogy vért adjanak a véradók. Aki újonc és 18 pluszos, tehát 18 év feletti, az még ajándék hátizsákat is kap, ha vért ad az Újkilósi könyvtárban. A lényeg az, hogy alkohol ne legyen a vérben, és akkor a vér se lesz az alkoholban. Az a lényeg, hogy józanul a könyvtárban lehet vért adni 18 éves kor felett, és aki első véradó, az ajándék hátizsákot kap. Van még 3-4 óra, hogy elfáradjanak a könyvtárba, és aki még nem ivott, az még meg is teheti, adjon vért. Többiek meg főzzenek, igyanak nyugodtan. Jó szórakozást mindenkinek!